Nyírvasváriban az elmúlt 4 évben megújult az óvoda és a polgármesteri hivatal épülete, valamint a ravatalozó. Létrejött a gyerekház, felépült a faluház, a szociális gondozási központ, a községi piac és a Vasvári Pál emlékház. Fóliaházak épültek, és az egészségház felújítása is folyamatban van. Kiépült a belvízelvezető hálózat, és a szennyvízhálózat kiépítése is a végéhez közeledik. Ezek a beruházások nem valósultak volna meg, ha önök nyírvasváriak nem támogatnak engem ebben a munkámban. Kérem önöket, hogy szavazzanak bizalmat nekem újra, hogy tovább folytathassuk közös munkát együtt Nyírvasváriért. Szavazzanak a töretlen fejlődésre, szavazzanak Tóth Zoltán független polgármester jelöltre.